Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval, ahol most nem más lesz, mint Timonnak fogjuk a bázisát megnézni, megkeresni a Minecraftban. Tudjátok, szerintem mindenki ismeri a Timon és Pumbát, de tudjátok a Hakuna Matata, szerintem így azért mindenkinek beesettük, kik ők. Szóval most Timonnak fogjuk ezek közül ugye a bázisát megkeresni a Minecraftban, és hát reméljük, hogy sikerre fogunk járni, és hogyha így gondoljátok, akkor csapostok egy lájkot, és tartsatok velem ebben a videóban is. Na, gyorsan ugye összeszedünk pár cuccot, és majd ezeket a fakat kell elvileg ugye követnünk. Gyorsan ugye egy facsákányt, hogy tudjak ugye kőcsákányt, meg kőkardot csinálni. Ami azt jelenti, hogy sivatagba kezdtünk, ami eléggé nagy negatív, ugyanis ugye így eléggé nehéz lesz bányásznom, mert ugye le kell ástom, és itt vannak ilyen sivatagi kőtéglák, jaj, meg közben fentről esik le a homok, meg minden. Szóval eléggé nehéz lesz itt követ szednünk, de remélhetőleg meg fogjuk tudni csinálni. Na srácok! Hatalmas infók, ugyanis a mai napon a nagy csatornámon kijön a Mindside-os zene. Nagyon remélem, hogy várjátok, és nagyon remélem, hogy tetszeni fog. De meglátjuk igazából. Ugye hát a nagy csatornámon így most rendes videó nem lesz, viszont lesz majd egy live délután. Szerintem mikor legyen? Olyan délután 2 óra 30, tehát 14 óra 30 között, vagy körül. Lehet, hogy majd csinálok egy live-ot, nem ígérem, hogy pontosan akkor, de csináltam 2 darab csákány, de ügyes vagyok. Szóval akörül majd tervezek csinálni egy live-ot, remélem, hogy ott lesztek, mindside-ozni fogunk, eventezünk, építgetünk, majd minden, amit hoz a sors, és ami még biztos, hogy majd pontos időpontokra lesznek majd szabdalva, mikor lesz live nálam vagy Blacknél. És ez úgy fog kinézni, hogy nálam szerintem minden szombaton lesz 14.30-kor a nagy csatornámon egy live, és a kis csatornámon minden szerdán 14, hát ott mondjuk nem, minden szerdán 17 óra 30 körül. Szóval ez így valahogy ez így lesz, amúgy most teszem, hogy amúgy a izét kéne követni, meg csak így random elindultam. Szóval ez valahogy ez így lesz majd ilyen live-os tudsz beosztva. Majd erről majd valahol majd megosztok nektek infókat, valahol majd kiírom, nem tudom, hogy hogy lesz. De az biztos, hogy fix időpontokra akarom szabni ugye a ilyen live-okat. A videók azok már most fix időpontra vannak megszabva. Szóval az mindig úgy van, hogy hétvégén 8 óra 30-kor van a kis csatornán, hétköznap pedig 14.30-kor. És a nagy csatornám meg ugye 15 percen mindig később. Szóval ezt valahogy majd így a streameket is így majd meg akarom szabni, hogy egy kicsikét így rendszerezettebben legyenek így streamek a csatornámon. És valamikor majd, amikor Twitch-en live-olok, az pedig így általában random szokott jönni. Azt nem ígérem nektek, hogy mindig lesz, de azt is megpróbálom majd néha azért úgy csinálgatni. Hogyha esetleg érdekel titeket a Twitch csatornám, az ugye ott van a leírásban, azt ott mindenféleképpen megtaláljátok. És ott igen, ott van valami. Ott van egy ilyen ház a hegytetén, remélem, hogy oda megyünk, mert amúgy ez így, aha, igen, arra fele vezet. Ez így még eléggé biztonságosak tűnik. Ó, ott egy Enderman, arra nem kéne ránézni, nehogy megtámadjon minket. Jó, ezt így kikerüljük. Fel kéne oda jutni, ahogy látom, ott van egy tábla, azt mindjárt elolvassuk. Azt viszont nem tudom, hogy... itt egy skeleton is, nagyon örülök az ilyen moboknak. Tehát azt nem tudom, hogy így sunyulva kéne bemennünk, vagy egyből bemenni. Timon Putria. Óha, na várjatok, meg kéne nézni, hogy itthon van egyáltalán. Itthon van, oké. Jó, felmegyünk a tetejére. Általában én ezt mindig így szoktam csinálni, hogy ugye, igen, itt van fenn, jó, és... Mit csinál? Mit csinál vajon egyáltalán? Amúgy durva, hogy ilyen üvegtetője van, én nem tudom, én soha nem csinálnék ilyet, mert mindig besüt a nap, mit tudom én, itt mászkálnak ki a pókok, akkor azt lehet látni. Mit csinál? Ójaj, így alszik, ez így nem jó, ez így pont ránk lát. Csinál valami érdekeset, vagy amúgy így elmegy? Jó, rendben van, hát én akkor addig benézek. Itt valami esetleg, ó, tele van cuccokkal, igen. Itt van valami festmény, jó, ez így semmi, oké, ezt várjál, visszarakom. Nem akarok én itt rongálni neki, ezt én nem fogom tudni, jó, így fentre így, nem ez a festmény, mindegy, valamit visszarakunk neki, jó lesz ez, tökéletes. Itt egy gyémánt kard, meg itt is, jó, az egyik gyémánt kardot kiveszem, mert neki úgyse kell kettő. Kiveszek egy erőpotit, meg mondjuk kiveszek egy kevés aranyalmát. Jól van, valamit viszont, ott van, jaj, oké, várjatok. Átlagban ugye ez így beszokott válni. Én úgy tapasztaltam legalábbis, hogyha így, most ez felém jön? Nem, ugye mondta, hogy nem felém jön szerintem. Jó, oké, bement, na kíváncsi vagyok, hogy feltűnik-e neki, hogy elvettünk valamit. Azt hittem, hogy észrevett. Szerintem feltűnt neki. Jól van,
Jó. Oké, szerintem... Ajaj, észrevett, hogy felépítettünk. Srácok. Ne. Várjátok, gyors, lemegyünk. Jó. Oké, de bebújok. Megijedtem! Most kerültél ide a gép? Menj már innen! Úristen, de megijedtem! Srácok, ez nagyon ijesztő, ők még mindig követ. Ez mekkora volt? Bebújtam a izé meg, és egyből ott volt mögöttem, ez nagyon... Rengeteg mob van, nem akarok ilyenkor kill lenni. Timon, nem tudnak megbeszélni, hallod? Nici, jaj, lövöldöz engem! De már, Timon, figyelj már! Jó, oké, legalább reggel lett. Na, királyság, figyelj már, én bemegyek így a... Ne! Hello, szia! Oké, elkezd nekem írni, remélem, hogy nincs harag. Timon, figyelj! Visszarakom, tessék, várjál. Oké, három aranyalmát megtartok, mert az nekem kell. Szia, Dani, nincs harag, csak ez váratlanul ért. Jaj, nem loptam, nehogy azt gondolt, hogy én loptam. Én csak felpróbáltam a cuccokat. Figyelj, lenne egy feladatom számodra. Mi a feladatom? Mondjad, Timon. Mondjad, mi a feladatom? Én megcsinálok bármilyen feladatot, bármit, amit kérsz. Én általában ilyen segítőkész vagyok a karakterekkel szemben. Mint látod, nem élek egy gazdag lakásban. Igen, azt látom, hogy nem élsz túl gazdag lakásban. De én ezzel így hogy tudnék neked segíteni? De régen abban éltem, és ellopták az értékeimet. Hát az viszont tényleg rossz lehet, kedves Timon. Ezeket kéne megtalálni a tengerfenekén. Hát, de Timon, én oda hogy menjek le? Vagy nem tudom, valami búváruhát nem tudsz adni, vagy bármi? Léci, ki kell állj pár próbát, én segíteni fogok. Aha, de várjál már, hogyha tengerfenekén van, akkor miért kell próbát kiállnom? Sok sikert, tudom, hogy megcsinálod. Jó, rendben van. Ja, melyek a tengerfenekére, hello. Erre kell menni? Erre kell menni, Timon? Igen? Jó, oké, rendben van. Itt egy piros zsapjú. A piros zsapjukat kell követnem? Úristen, nem már. Ja, jó, oké. És itt már van valami? Ja, hogy itt van lent valami. Jó, oké. Amúgy amikor menekült mellőled, ezt észre is vettem ezeket a piros gyapjukat. Ójaj. Jó, megvan. Oké, annyira nem vagyok béna szerencsére. Jó, itt fel kell mászni. Igen. Jó, igen. Amúgy ez neked is megy, nem tudom. Nem tudom, hogy miért kell neked segítenem, hogyha ez amúgy neked is megy. Titkos bázis. Oké. És, várjál. Elérem, Léci mondta, hogy nem érem el. Várjál, megvan a taktika, Timon, várjál. Látod? Én ezt úgy hívják, hogy taktika. Jó, megvan a kar, király. Menj arrébb, oké, ezt ide lerakom. És, ez biztonságos? Várjál, beveszek egy aranyalmát. Hallod, ugorj már előre. Menjek? Igen, jó, leugrok. Jó, oké, letépézett. Nagyon izé para volt, hogy meghalok. Várjál már, ide lemehetek? Ez nem halálos? Ne menjek le, vagy lemenjek? Melyik? Most nem azért mondom, de itt ott egy izé chest. Várjál már, ide... Timon, le lehet ugrani? Azt írja, hogy le lehet-e ugrani? Vagy nem szabad? Ne menj ott a láda jobb oldalt. Látom, várjál. Jó, így elérem? Jó, oké, így elérem. Jó, megvannak a cuccaid, azt hiszem. Várjál, Timon, kiveszem őket. Jó, oké, nem egyesével, azért gyorsabban sietünk. Megvannak a cuccaid, Timon. Látod? Nézd, megmutatom neked, ott van egy. Vicceltem, tessék, várjál. Itt van, tessék, visszaadom. Jó, mindet visszaadom, nem leszek izé. Nem leszek csóró, én visszaadom minden értékedet. Köszi. Várjál, ne lök bele, ne lök már bele. Miért akarsz te belelökni? Timon, miért akarsz belelökni? Ne, én nem akarlak téged belelökni. De, Timon, mi van? Mi az? Nem haltam meg. Jó, gonosz vagy, hallod? Megöllek. Mindjárt megöllek téged. Miért kellett így megszivatnod? Hallod? Én itt segítettem neked, te meg belelöksz. Ha. Ez nem vicces. Tudom, itt maradunk örökre. Hello. Itt maradunk örökre. Mi? Kiszállt. Jó, rendben van, és én most így mit csináljak? De srácok, segítettem Timonnak, és most itt hagy engem? Ez milyen modor már? Hát halljátok, ez mennyire izé már? Nem hiszem, mert... feltépézett. Na, jó van, így már mindjárt más. Jó, én akkor is haragszom rád.
Rohagy, de nem rohagy meg. Nem szeretlek. Jó, Timon, oké, béke van, na. Jó, búcsúzzunk el a videóban, és akkor... És akkor megbékélek veled, legalább segítettünk Timonnak, és jó fej volt, vagy nagyjából legalábbis jó fej volt. Bocsi, Dani, de na, lényeg, hogy megvan, gratulálok, hát gratulál is, mindegy, na. Hát, Timon! Örültem a találkozásnak, és köszönöm, lakhatsz majd a luxus villámban. Jó, rendben van, én már így alapból amúgy én luxus villákban lakom, kedves Timon, mert amúgy annyi cuccot szedtem már össze a soha nem változós videókban, már luxus villa van. Na, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velem a videóban, hogyha tetszett, akkor most egy lájkot, és itt voltatok a csatornán, hogy jobbatok a csatornán, és se kedvedem a másik csatornát, és minden cucc. Na, köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb is, én Dani voltam, és köszönjük a figyelmet, sziasztok!